Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. A Művészetek Házában 40 év együtt a zenében címet kapta a Kocsis Andrea és Föllesi Lajos duó zenei előadása. Elsősorban azért, mert feleségemmel 40 éve ismertük meg egymást, de ugyanakkor 40 évvel ezelőtt kezdődött a Szekszárdi Kamarazenekarnak az élete is, 1984-ben. Amely zenekarnak, amely együttesnek az első művészeti vezetője voltam. És hát azért ez elég nagy jubileum. Most egy teljesen magánjellegű dolog is van, hogy 6 órán van vissza a 70. évemhez. Az UNESCO ezt megszavazta, vagy megjelölte zenevilágnapjává. Nagyon sokáig nem tartották a világban sem, itt nálunk Szekszárdon sem. Aztán a kamarazenekarral mi azt mondtuk, hogy el kellene kezdeni valamit, és ahogy úgy egyszer ez lehetett 20 éve, nem tudom pontosan, körülbelül 20 éve, megpróbáltuk belevonni aztán a zeneiskola növendékeit is, olyan koncertek is voltak, ahol a zeneiskolának a növendékeit kísértük. Így van ez mai nap is, én azért választottam direkt olyan darabokat is, amiket ők is játszhatnak majd. Azért hoztam most 6 hegedűt magyar hegedűkészítőktől, és köztük 3 mai, tehát élő mestertől is, mert szeretném azt is kifejezni ezen a napon is, és egyébként én ezt gyakorlatilag 40 éve, több mint 40 éve csinálom, tehát a hangszeremén, a hangversenyeimen bemutatok különböző mestereket, mármint az alkotásaikat. És azért motivál ez engem nagyon, mert szoktam mondani, hogy ha a hangszerek nem lennének, akkor tulajdonképpen énekkarba járhatnánk és énekelni tudnánk, de azért a hangszerek azok nem utolsó, hogy minőségi hangszerek legyenek, és ezt szeretném most majd szintén mutatni, és remélem, hogy lesz köztük olyan, aki egy hangszerkészítőt már láttam, aki el is jött meghallgatni a saját hangszerét. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ha azt szokták mondani, hogy a jobbonak nem kell céget, de kell. Volt egy nagyon-nagyon híres magyar hegedűművész, aki azt mondta, hogy sokáig ő megbirkózott olyan hegedűkkel is, amik nem biztos, hogy tudták a 100%-ot, tehát neki 30%-ot hozzá kellett tenni a saját tudásába, és ezt csak találkozott egy Garnier del Jesus-val, ami most 15 milliót ér, már dollárt. És azt mondta, hogy akkor jött rá, hogy továbbiakban nem szeretné ezt a 30%-ot ő hozzátenni, mert a hangszer 100%-ot tud. Tehát az ő tudásának megfelelő, és ezen nagyon megfogott engem, nagyon fiatal voltam akkor, mikor ezt először hallottam. A klímaváltozás egész bolygónkra hatással van, és változásokat eredményez. Nincs ez másképpen a zenében sem. Az ébenfa, ez a fekete, ez az eredeti, ahonnan 150 évvel ezelőtt vásárolták, vagy hozták, az kihalt. Nincs. Most már mindenfélevel kísérleteznék préselt fával, mert hát ébenfa, ez eredetileg is ilyen fekete fa. És brazil a vonó, brazil fa, Pernambuco. Brazíliából most már külön engedélye lehet csak kihozni. A mesterséges intelligencia fejlődésével is számolni kell, a zenében is. Van olyan hegedűkészítő mester, aki attól tart, hogy a mesterséges intelligencia oda fog vezetni, már hallom, hogy oda vezetett, hogy bizonyos arcokat le tud utánozni, beszédhangot le tud utánozni, akkor mi lesz? Ő attól fél, hogy hát a következő lépés az a hegedű lesz, ami, illetve nem a hegedű, a hangszer lesz, ami ki fog kopni azért, mert le fognak tudni mindent utánozni, és már nem kompjúterrel fognak mindent csinálni. Szerintem ez sose fog bekövetkezni. Szóval van, hiszem azt, hogy van egy réteg, akit megérintett. Ez most nem tanulság, nem műveltségi réteg. Ez egy olyan intellektuál, akit megérintett ez valami. Hát egy gyermekdal nem tudja megérinteni az ember. Egy népdal, egy cigány zene.
Berlinger Attila Szekszárd polgármestere köszöntötte beszédével a Zene Világnapján az egybegyűlteket. Hittel valljuk, hogy Szekszárd a bor és a kultúra és a művészetek fellegvára. Ennek egy csodálatos manifesztálódása következik itt a következő percekben, ugyanis a Zene Világnapja alkalmából Szekszárdon jeles jubileumokat is ünnepelhetünk. Egyrészt 40 éves a Művészetek Háza, ez a csodálatos épület, amely azt gondolom egy kiváló kultúrpalotaként is működik, és híres messze földön, nem csak a régiónkban. 40 éves fennállását ünnepli ebben az évben városunk egyik legkiválóbb zenei formációja, a Szekszárdi Kamarazenekar, és hát a Kamarazenekar élén egy kiváló karnagyot, városunk egyik legkiválóbb zenei életének vezetőjét, Földesi Lajos urat köszönhetjük, aki szintén ezen az estén, most még nem akarom elárulni, egy jeles jubileumot ünnepel. Teltházzal zajlik ez az esemény, és nincs is nagyobb öröm Szekszárdon, amikor ilyen sok kultúrára szomjazó, kultúrára vágyó ember érkezik el egy ilyen eseményre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a 40 éves jubileum a Művészetek Házában sokáig emlékezetes marad, hiszen a 40 év kapcsán 40 eseményre is sor fog kerülni ebben az időszakban, amelyre nagyon sok szeretettel várjuk valamennyi szekszárdi és környékbeli lakost. Yehudi Menuhin hegedűművész szavait idézve, meg kell becsülnünk a csöndet, az ezer arcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat.